Ó, Junkrat, te kis huncut! Ő lesz a mai napi kiszemelt hősünk, kérem szépen, hölgyeim és uraim! Azt azért ne várja el tőlem senki, hogy minden egyes hőssel próbáljak egy egész jó vagy tűrhető kört produkálni. Ó, kösz, igen. Majd azért meglátom, azért elkezdem így ezt, megpróbálom ezt a sorozatot, ha végig tudom csiborászni az összes hőst, akkor azt mondom, hogy alright. De hát nem tartom valószínűnek, mert vannak olyan hősök, amelyikkel kifejezetten nem vagyok jó, mondjuk például Genji. Jó, mondjuk vele még nem is nagyon gyakoroltam, de az egyik legtöbbet játszott hős, amit én szoktam használni, az Junkrat, mert imádok robbangatni, és hát elég jól sebez. Meg hát kellemesek a tulajdonságai, jó, mondjuk parával szemben nem annyira ellenálló, de hát na, annak is megvan a kellemes kis attitűdje azoknak a dolgoknak, és hát ezen a pályán én mindig ezt a pontot szoktam általában itt védeni, ott azt a kis lyukat, igen, ott azt jól látjátok, mert ott szokott beömölni az ellen, nem ott lent az ajtón, hanem ott azon a kis seglukon. És hát ha ezt be tudjuk elég jól lőni Junkrattal, akkor eléggé meg tudjuk nehezíteni az ellenfél dolgát, de hát majd a felvétel alatt kiderül, hogy mennyire tudjuk ezt kivitelezni. És már is jön para. Épp hogy életbe tudtam maradni, imádom ezeket a fickókat. Olyan érdekes, hogy amikor én parával játszom, hiába lövöm telibe a gyereket, alig akar megpusztulni. Minimum 4 rakéta kell hozzá, engem meg általában ilyen 1-2 rakétával el tudnak intézni. Nem tudom, hogy csinálják, ez számomra ez egy rejtély. Ebből látszik, hogy még nem játszottam eleget a játékkal mindezek szerint. Oh, és ott megy egy Reaper. Mely? Lassítsd le nekem, ez az, jó van. Hát sikerült elintézni az illető úriembert, úgyhogy legalább ebből a szempontból már megvédtük a A zónát. Ezt most nagyon szépen elkaptuk, azért azt hiszem egy Soldier 76 volt. 76, más néven. Csak nem tudom, én valami nem esik a nyelvemre az angol kiejtés. Hát majd megszokjátok. Nekem is... Videómakernek a magas sarkúját hallottam. Igazi bics. Jó, meg is pusztult, jó van. De már húzzák is a pontot, úgyhogy valamit tennem kéne. Hát meglátom, mit tehetek ez ügybe. Kettő ellenséges hero. Szia. Hát ez elszállt. Próbált volna visszajönni, de hát hála az égnek pont jókor voltam jó helyen. És egy Bastion is van a támadó részéről, nem nagyon szokott előfordulni Bastion, de most úgy látom, hogy ilyen próbálkozósabb kedvében vannak az úriemberek. Videomaker, ez az, már megint itt vagy. Jaj. Na, hölgyem és uraim, hát idáig egész jól tartjuk magunkat. Jó, mondjuk még hozzáteszem, hogy 3 perc van a küzdelemből. Egy Genji, szevasz! Jó, hát így egyesével könnyű őket eltántorítani a feladattól. Csak az a baj, most megint egy parával kerültem szembe. Hát nem sokan múlott megint, hogy fűbe harapjak. Jó, most szerintem azt a parát a többiekre bízom, már nem nagyon vagyok én neki ellenfél. A dolgok jelenlegi állása szerint Videomaker meg ott próbálkozik megint. Valahogy be kéne védenünk ezt a bejáratot, de hát még így is ömlenek itt befele az ellenfelek. És még mindig itt van, egy Gendi is próbálkozik, rendületlen. És van kemény 51 HP-m, ha. Pár ilyen gránátot elnyomok, hát ha jó lesz valamire. Visszahelleltem magam. Nem árt minden egyes pályán megegyeznünk, hogy hol vannak ezek a kis medikizék lerakva, mert sokat tudnak segíteni. Jó, mondjuk én amúgy is ilyen fosztos vagyok, tehát nem sűrűn hagyom, megyek bele az ilyen csatákba, legalábbis defend részről. Ha attacker vagyok, akkor muszáj vagyok belemenni mindenféle csatába, aztán vagy életben maradok, vagy nem. Hát a dolgok ...nak a 70-80%-ában általában én nem szoktam életben maradni, mert még egy-két ember el is bírok, a harmadik az biztos elintéz. Már megint egy Videomaker. Hogy te vagy? Csak nem adott fel, mi? Annyi baj legyen. Kezdek fáradni, hölgyeim és uraim, kérem szépen. Na de. Még mindig egyelőre jól tartjuk magunkat, nem nagyon tudnak beáramolni annyira, amennyire szeretnének. És hát a dolgok jelenlegi állása szerint, ha ezt a tendenciát tudjuk tartani, akkor jó. Már megint egy Genji. Utálom ezt a Genji. Tehát állandóan kunterel. De ne kuntereljen. Ez az. Tudtam én, hogy ide jössz. Érezd meg az aknám ízét. Ez az. Na jó, akkor eljött az ulti ideje.
Videomakernek már nincsen jó napja. Úristen, mi van itt mellettem? Te jó ég. Ne, hogy itt meglapulunk. Ó, egy Genji, szavasz. Ez jó volt. Még van a 10. áldozatunk is. Ó, hát és még van 1 perc hátra. Hát ez nem lesz annyira killes meccs, mint az előző volt, úgy érzem. De talán még tudok valamit alkotni. Majd meglátjuk. Elég nehéz azt kipulizni, hogy az embernek mindig legyen egy tiszta köre. Jó, mondjuk azért ezek általában az easy light-os köreim szoktak lenni, amiket így felveszek és így leadok adásba. Mert a eseteknek a 80%-ában azért általában olyan ellenfeleket kapunk, akik, hát hogy is mondjam, általában mindig szájfej mellett vagyunk és kőkeményen megizzadunk. Ha sikerül győzni, ha nem. De ezek inkább az ilyen mókásabb köreim. Úristen! Ez is sikerült elintézni, hol van még 16 másodperc? Vissza kéne magam hellelni, és aktív lett az ultim, viszont a társaim azok elvéreztek a control point környékén. Hát nem lesz egyszerű valahogy így bevéden itt a bázis, hát egy ember sikerült elintézni, van még kőkemény 10 másodperc hátra, ne húzzátok be! És 2 tankkal kéne elbírom, jó már csak 1 tankkal. Ó, és kijött a húzózónából, te hülye! Hát olyankor benne kell maradni. Biztos abban reménykedik, hogy majd a többiek bevédik. Hát jó van, az sikerült elintézni úgy nagyjából. Ez kirepült a pályából. Jól van, őt is sikerült elintézni. Ezt is sikerült elintézni. Jó, megvan a 15. áldozatunk is, és vége lett a körnek. Kérem szépen, hölgyeim és uraim, sikerült megvédenünk az A pontot. Micsoda küzdelem volt. Köszönöm szépen a megtekintéseket. Nem én lettem az első. Na mindegy. Köszönöm szépen a megtekintéseket. Találkozunk majd egy újabb hőssel, reményeim szerint, egy újabb epizódba. Sziasztok!